Nincsen már veszélyes hulladékot tartalmazó hordó az illatos úton a vegyi művek területén. Megtartották Ferencváros önkormányzatának újévi koncertjét a BMC-ben. Otthonában köszöntötték a 100 éves Vince Jánosnét. Köszöntöm kedves nézőinket, heti híreink következnek. Elszállították az összes veszélyes hulladékot tartalmazó hordót a budapesti vegyi művek illatos úti telephelyéről. Sajtótájékoztatót és terepbejárást is tartottak a helyszínen. 2015. május végén jártunk legutóbb a budapesti vegyi művek illatos úti telephelyén. Ekkor már elszállították az ott szabálytalanul tárolt, veszélyes hulladékot tartalmazó hordók közül a sérülteket, és lefóliázták a többit. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott pedig bejelentette, hogy közbeszerzést írtak ki a maradék hordók elszállítására. Napsütésből hóesésbe ezek a képek 2016. január elején készültek, már csak hó fedi azokat a területeket, ahol korábban a hordók álltak. Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az összes közel 2500 tonnányi veszélyes hulladék elszállítása megtörtént. Az eseményen részt vett dr. Bácskai János polgármester, dr. Vas Imre országgyűlési képviselő és a Ferencvárosi Önkormányzat képviselői közül is többen jelen voltak. A hordók elszállítását Tarnai Rihárd kormány megbízott jelentette be. Szeretném bejelenteni, hogy a kormány elszállítatta valamennyi a budapesti vegyi művek ZRT illatos úti telephelyén, akár hordóban, akár egyéb tartályban lévő veszélyes hulladékot. Ezzel egy 140 éves problémát oldott meg. 1876-ban jött létre ugyanis a budapesti vegyi művek, és azóta folyamatosan veszélyes anyagok voltak ezen a területen. 2493 tonna, tehát közel 2500 tonna veszélyes hulladék volt itt a területen, amely elszállításra került. Ebből 1870 tonna már megsemmisítésre is került, még 600 tonna a kapacitás függvényében folyamatos megsemmisítés alatt áll, nyárig ez is be fog fejeződni. A pénz nyelvén a következőt jelenti az elvégzett munka: 1 milliárd 661 millió forint plusz áfa volt ennek az elvégzett munkának a költsége, amely költséget az állam megelőlegezett, átvállalt, de természetesen ezt a tulajdonosoknak, illetőleg a tulajdonosokon keresztül a felszámolónak kell majd állni. Az állam át fogja ezt az összeget, mint ahogy ezt mondtuk is, hárítani azokra, akiket a kötelezettség terhelt volna. Mindenki pontosan tudta hosszú évtizedek óta, hogy itt mi a helyzet, de senki nem tett semmit. Most azonban változás történt, 2010 után a kormány megalakult, 2011-ben elkezdődött a közigazgatás átalakítása a kormányhivatalok létrehozásával, ami azt jelenti, hogy a kormány a közigazgatásban egy sokkal hatékonyabb, sokkal ütőképesebb csapatot hozott létre, amelyek képesek például egy ilyen volumenű feladatot is gyorsan, precíz módon végrehajtani. A következő nagy lépés az a 2015 április 1-je volt, emlékezünk rá, ekkor került a környezetvédelmi terület a kormányhivatalokhoz, és alig bő 3 héttel később már itt álltunk, és kezdtük az itt lévő veszélyes anyagokat elszállítani. Egy bő fél év eltelt, és a kormány a közigazgatás átalakításának eszközét használva megoldotta tehát ezt a problémát. Tarnai Rihárd beszélt a további lépésekről, intézkedésekről is. A tényfeltárás időszaka következik. A tényfeltárás egy szakkifejezés, jogszabályban foglalt szakkifejezés, hiszen jogszabály alapján és hatósági kötelezés alapján a tulajdonosoknak, illetőleg a felszámolónak kell elvégezni a tényfeltárás munkálatát. Magyarra lefordítva, ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy miután elkerült innen valamennyi veszélyes hulladék, mi maradt itt? Mi történt 140 év alatt? Mi van itt, ott, amott, mi van a talajban, mi van a környezetben? Ezért, tehát haladéktalanul fölveszem a kapcsolatot a felszámolóval, az egyébként szerencse, hogy nyáron változás történt a felszámoló személyében, hatékonyabb munka és együttműködés ígérkezik, és a következő lépés tehát az lesz, hogy ezt a jogszabályi és hatósági kötelezésen alapuló kötelezettségét teljesítse a felszámoló, aki a tulajdonosokat képviseli.
A Budapest Music Center adott helyet idén a Ferencvárosi Önkormányzat hagyományos újévi koncertjének, ahol a MÁV szimfonikusok léptek fel. Rövid összefoglalón következik. Kálai Gáborné alpolgármester és dr. Bácskai János polgármester megnyitó beszédével kezdődött a hagyományos ferencvárosi újévi koncert, amely idén a Budapest Music Centerben került megrendezésre. Adjon Isten minden jót ez új esztendőben, drága jó bort, olcsó sót, ez új esztendőben, jó kenyeret szalonnát, 12 hónapon át, ez új esztendőben. Úgy látszik, hogy a Duna mellett, ezen a tájon érdemes volt már 8-900 évvel ezelőtt is letelepedni, már akkor is jó volt itt élni, és nem tudok más kívánni önöknek, mint hogy szeressenek itt élni, dolgozni, tanulni, és megpróbáljuk ma estére a szórakozást is önöknek nyújtani. Széchenyi Imre mazurkáit, polkáit hallhatják majd, és Johann Strauss keringői, tehát ez egy igazi, hamisítatlan újévi koncert lesz. Az újévi koncerten számos Széchenyi Imre által komponált művet játszottak a MÁV szimfonikusok. Széchenyi Imre pályafutásáról Kassai István zongora művészt kérdeztük. Nagy Széchenyi István unokaöccse volt, kiváló nevelést kapott, mivel együtt gyerekeskedett a későbbi Ferenc József császár, illetve Maximilián későbbi mexikói császárral, a karrier lehetősége már adott volt, diplomáciai szolgálatot teljesített szerte Európában, Olaszországban, Németországban, Svédországban, Oroszországban, Franciaországban, és a kor egyik vezető diplomatája volt. Annyira, hogy a három császár megállapodását, amit Ferenc József, II. Miklós és II. Vilmos között annak idején létrehoztak, azt ő írta alá osztrák részről. Kassai István beszélt az újévi koncerten bemutatott Széchenyi Imre darabok keletkezéséről is. Ezeket a polkákat mint szentpétervári tartózkodása alatt írta, és itt is hangszerelte meg. A Priecsisztyenka polka, ami most el fog hangzani, az ugye egy moszkvai utcának a neve, azt a II. Miklós koronázásakor rendezett bálon el is játszották, szóval el is hangzott, és mint zeneszerzés megbecsült volt annak idején. Senki nem ismeri Széchenyi Imre műveit. Széchenyi Kálmán volt az, aki ezeket felkutatta, megtalálta. Nem is tudom, hogy hány helyről szedte össze Széchenyi Imre meghangszerelt zongoradarabjait. Zongorára nagyon sok műve van. Nagyon tetszik a zenekarnak is. Nem véletlenül mondtuk azt, hogy ő a magyar Strauss. Az ő műveiből ugyanúgy
egy újévi koncertet össze lehet állítani, mint ahogy annak idején Bécsbe elkezdődtek a Strauss koncertek. Ugyanígy meg lehetne ezt Széchenyi Imre műveiből Magyarországon, magyar zeneszerzővel is próbálni, mert tényleg méltó rá. Gyönyörű a hangszerelése, fantasztikus képek is vannak benne, nagyon szép romantikus zene nagyon sok helyen. A bevezető részek azok nem mindig a polka hangulatát tükrözik. Van, amelyik egy kicsit szomorkás, van, amelyik nagyon vidám, vannak gyors polkák, nagyon változatos zenét írt. Január 1-én töltötte be 100. életévét Vince Jánosné Margit néni, akit családi körben Ferencváros polgármestere is felköszöntött. Több mint fél évszázada él a József Attila lakótelepen Vince Jánosné Margit néni, aki idén az új év első napján lett 100 éves. Voltak szép idők is. Volt, amikor rosszabb volt. Először is éltem egy háborút. Akkor éltem egy forradalmat. Úgy, és mind a kettőbe a mindenható Isten segített ki. Egy a lényeg, hogy süssön a nap, és felébredjünk reggel mindig arra, hogy hála Isten élünk. Margit néni elsőszülött fia, a 72 éves Vince László beszélt arról, hogy miként telnek édesanyja napjai. A zömében itthon, itt föntölti a napjait, tévézget, rádiót hallgat, vasárnaponként misét hallgat, mert templomba már nem tud elmenni. Néha főzőcskézik is, meg hogyha mondjuk netantán nem ő főz, akkor kijön a konyhába ellenőrizni, hogy a főzés úgy megy, ahogy ő szeretné, vagy ahogy ő elképzeli, úgyhogy durván ezzel telik. Meg néha újságot olvasgat, mert hála Istennek elég jól lát, ugyan műtét után a szeme, de ettől függetlenül jól lát, hála Istennek. A Ferencvárosi Önkormányzat nevében dr. Bácskai János polgármester köszöntötte Margit nénit. Nem lehet elég idősnek lenni ahhoz, hogy ne érdeklődjön az ember. Margitka néni is még érdeklődik a világ iránt. Nagyon sok minden emlékszik gyerekkorából, és mindig ugye a kötelező kérdés, hogy hogy lehet megérni a 100 éves életkort. Margitka néni is egy sajátos választ adott, azt mondta, hogy jónak kell lenni. A nagyszülők is, hála Istennek, elég hosszú életűek voltak, a testvérei is, úgyhogy azt nem gondoltam, de reménykedtem benne, és nagyon drukkoltam, megmondom őszintén, hogy megéri a 100. évet. Már annyiszor így gondolkoztam, mikor nem tudtam aludni, hogy vissza akartam forgatni a dolgokat. Hát, hogy ilyen gyorsan elment ez a 100 év. Én mikor még 30 éves voltam, ó, hát ha 70-ig élek, még mennyi van, és most látom, hogy olyan, mintha egy nap lett volna az a 100 év, komolyan mondom. Köszönjük figyelmüket, friss híreinkkel a jövő héten is várjuk Önöket, viszontlátásra!